Éppen, hogy enyhült a Covid-válság, már is jött az orosz-ukrán válság. Ezekre pedig Brüsszel szankciókkal válaszolt, amik sújtják az uniós állampolgárokat is. Erről beszéltek Siklóson, lakossági fórumon. A terület országgyűlési képviselője Nagy Jánost a miniszterelnök irodát vezető államtitkárt hívta meg, hogy beszéljen a kialakult helyzetről. Belecsúsztunk egy háborúba, és a háborúba az Európai Unió közösen rossz szankciós válaszokat adott. A rossz szankciós válaszok pedig újabb válságokat idéztek elő, és az Európai Unió előtt egy nagy gazdasági recesszió rémeleve. És azon vagyunk, és azért járjuk, ha jól emlékszem, 37 politikus társammal együtt az országot, hogy a helyzetet ismertessük a résztvevőkkel. Közben a kormány nemzeti konzultációt indított a szankciókról. Ez is szóba került a Siklósi Fórumon. Az érdeklődés meglepően nagy, és azt is szeretném elmondani, hogy nem azért indítjuk a konzultációt, mert ne tudnánk, hogy az embereknek nagyjából mi a véleménye, nagyon sok emberrel beszélünk, hanem leginkább azért, hogy lássuk, hogy össze tudjuk gyűjteni azoknak az embereknek a véleményét, és el tudjuk jelezni Brüsszelnek, hogy itt bizony van egy komoly demokratikus ellenállás a szankciós politikával szemben. Az államtitkár azt mondta, a kormány abban bízik, hogy a nemzeti konzultáció eredménye hatással lesz a brüsszeli döntéshozókra. Jobban megértik majd a magyar helyzetet, és elfogadják azt, amit a magyarok akarnak.